Sziasztok! Kicsit különlegesek most a fények, ugyanis nem hoztam magammal ide rendes világítást, valahogy ez így kimaradt a legfontosabb dolgok közül, úgyhogy igyekeztem kicsit kreatívabban megoldani. De egyébként a lényeg az, hogy itt vagyok már egy hónapja Lővenben, és gondoltam, hogy csinálok nektek egy hónap után videót, vagy valami ilyesmit, tehát hogy egy hónap alatt miket éltem át, mik a tapasztalataim, miket tudok mesélni nektek, úgyhogy szerintem kezdjük is. Összeírtam egyébként egy füzetbe a dolgokat, amiről beszélni szeretnék, és nem szeretnék nagyon-nagyon sokáig rágódni egy-egy témán, viszont el tudom képzelni, hogy nagyon sokan vagytok, akik szemezgetnek Erasmusozással, vagy tervben van nekik az, hogy külföldön tanuljanak, vagy akármi ilyesmi, és akinek bármilyen ilyesmi gondolata van, annak szeretnék ezzel kicsit segíteni a saját tapasztalataimmal. Szóval az első téma az érzések lesznek, vagyis hát ezt a címszót adtam neki, de tulajdonképpen arról szeretnék beszélni, hogy így hogy alakultak bennem az érzések ez alatt az egy hónap alatt. Ahogy láthatjátok, most elég jól érzem magam, és nagyon-nagyon sokan mondják ezt, hogy látják rajtam, meg érzik rajtam, hogy nagyon jól érzem magam, és ez tényleg így van. Viszont ez nem volt mindig így, ami szerintem egy normális folyamat, azt át kell, hogy mondjam, hogy nem éltem át hatalmas traumát, de nyilván mindig, hogyha valaki egy új élethelyzetbe kerül, akkor egy idő kell ahhoz, hogy ezt feldolgozza. És úgy érzem, hogy ez nekem így az első héten zajlott le kb., mikor idejöttünk, és tulajdonképpen beköltöztem ebbe a szobába, és az első éjszaka az furcsa volt, mert akkor még nem is volt nagyon ugyanígy berendezve az egész hely, amúgy majd megmutatom, hogy hogy néz ki a szoba, de hogy így furcsa érzés volt, nyilván nem volt egy túl otthonos érzés, itt lenni így egyedül, és ahogy így teltek a napok, csak az a kérdés volt bennem, hogy vajon hogy fogom itt egyszer majd otthonosan érezni magam, mert nagyon szép volt a város, és nagyon tetszett az egész, de valahogy nem tudtam hova tenni, szóval, hogy így tényleg annyira jól fogom érezni magam, tényleg ismerni fogok embereket, és tényleg be tudok illeszkedni, és jó lesz, és ez szerintem egy természetes kérdés, és mindenkiben először ezek az érzések vannak benne, hogy hogy lesz itt valahol olyan, mint otthon, főleg, hogyha nincs olyan sok idő, tehát nem évek állnak a rendelkezésemre. Azok a napok így teltek, meg nyilván akkor még nehezebben is ismerkedtünk meg újabb emberekkel, így egy-két helyen találkozgattunk más pszichológus hallgatókkal, vagy más erasmusosokkal, de nem volt semmilyen konkrétabb esemény vagy program együtt. És az első hétvége volt az, ami nekem ilyen mélypont volt szerintem, mert azon a hétvégén valahogy így nem csináltam semmit, végig a szobámban voltam, ami nagyon rossz dolog, mert ilyenkor szerintem az eléggé segít, hogyha az ember mások közé megy, és kommunikál, vagy van valami interakció. De én úgy döntöttem, hogy jó lesz az nekem, hogyha a szobámban szenvedek egyedül, és tényleg így semmi motivációm nem volt, semmi... Igazából ki se akartam kelni az ágyból tulajdonképpen, úgyhogy egész nap csak sorozatoztam és szenvedtem. Ez egy ilyen megfoghatatlan dolog, nem tudtam megmondani, hogy mitől érzem rosszul magam, vagy hogy mi az, ami miatt ez most így nem jó, de nagyon mélyen éreztem magamat. Meg persze ilyenkor még annyira nem indultak be a dolgok, szóval az is hozzátett, hogy így volt időm és energiám arra, hogy ilyeneken szenvedjek. Szóval igazából a második héttől kezdve folyamatosan felfele tartok, és nagyjából egy ilyen 2-3 hét után érződött otthonosnak a város és a hely, amikor már így tudtam, hogy melyik utca hol van, melyik utcában mik vannak. Hozzá kell tennem, hogy ez egy elég kis város, szóval nem annyira nehéz megjegyezni az utcákat is, hogy mi hol van. De nyilván azt teszi otthonossá, hogy nem kell mindig a térképet nézni, hogy hova, hogy jutok el. Ugyanakkor egyre több embert is megismertem, szóval az egész környezet csak sokkal otthonosabb lett, és most már tényleg olyan visszajönni ebbe a szobába. És akármit csinálni, mint hogyha a sajátom lenne, és mint hogyha otthon lennék. A következő téma, hogyha már a szobánál tartunk, a szállás, amiről szeretnék beszélni. Szóval ezt a szállást úgy találtuk, hogy idejöttünk, és itt konkrétan elmentünk a housing service-be, ami a sulihoz tartozik, tehát magyarul maga az egyetem segít nekünk egy szállást találni. Ugye azt el is mondtam korábbi videóban, hogy online is keresgeltünk, nagyon nehezen találtunk. Voltak emberek, akikkel itt találkoztunk már, és jóban lettünk, és ők mesélték, hogy ilyen április-május környékén találtak maguknak szobát vagy lakást, és akkor sem könnyen. Szóval ez egy nagyon nagy tanulság, hogy szállást találni nehéz, és iszonyú stresszes, viszont nem lehetetlen. Mi bevállaltuk azt, hogy idejövünk és itt helyben keresünk, mert sokan mondták, meg sok helyen olvastuk, hogy így könnyebb,
és végül is szerencsén is volt, hogy már az első nap, ahogy idejöttünk, azt tudták mondani, hogy igen, itt van ez a student residence, és itt van két szoba, hogyha szeretnétek, akkor vigyétek. Úgyhogy... ez volt az első szerencse, a második szerencse az az volt, hogy ez egy nagyon szuper hely, szóval a város központtól egy ilyen 3 perc sétára van. Most renoválták, nem is vagyok benne biztos, hogy tavaly laktak benne, mert mikor mi ide beköltöztünk, akkor még folytak tulajdonképpen a felújítási folyamatok, minden szinte új benne, és tiszta és rendezett, szóval nem egy ilyen lepukkant helyre raktak minket. Úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Valamint az, hogy nincsenek nagyon ilyen házi szabályok, kicsit féltünk, mert mondták, hogy ez egy lánykollégium, csak lányok lakhatnak itt, hogy talán akkor ez egy ilyen nagyon szabályozott környezet lesz, de mondták, hogy nem, hát ez egyáltalán nem így van. Az, hogy lánykollégium, az is csak annyit jelent, hogy tulajdonképpen nem tudom, mit jelent, mert bárki hozhatja a barátját egy-két éjszakára, egy csomó fiú mászkál itt a folyosón, szóval igazából senkit nem zavar, meg senkit nem érdekel. Nincsenek ilyen szabályok, hogy nem tudom, hánykor kell legkésőbb hazaérkezni, vagy hogy így, hogy kell viselkedni. Nincs semmi, annyi, hogy tarts tisztaságot magad után, és ne legyél túl hangos. Amit sajnos nem tartanak be sokan, de ez van. Ja, de egyébként nagyon jó, mert például van egy ilyen központi helyiség is, ahol lehet gyülekezni, vagy van pingpongasztal, tanuló helyiség. Van egy tévészoba, amit ki lehet bérelni, szóval, vagy egy zeneszoba is, nem tudom ki zenél, de nagyon sok lehetőség van arra, hogy így tényleg otthonosan érezze magát az ember, egy hatalmas bicikli parkoló, mert mindenki ugye biciklivel jár itt, úgyhogy még azon kívül mosókonyha, nem is tudom, szóval igazából minden, ami kell lehet, az itt megvan, úgyhogy elég jó. Harmadik témám az maga az egyetem, iskola, tanulás, témakör, hogy megy, blablabla, minden, ami hozzátartozik. Volt egy ilyen, még az első suli hét előtt pár ilyen tájékoztató óra, meg ilyen mindenféle foglalkozások, vagy nem is tudom, amikor elmondták, hogy mi hogy működik, és hogy tudunk például tárgyakat, meg vizsgákat felvenni, milyen felületek vannak, online felületek, ahova minden anyag fel lesz majd töltve, meg ahonnan le lehet tölteni dolgokat, meg ahol lehet kommunikálni tanárokkal és diákokkal, szóval tök jó, hogy vannak ilyenek. Az, hogy milyen órákat vehettünk fel, az valamennyire rajtunk múlt, hogy mit szeretnénk felvenni, valamennyire nyilván azon, hogy milyen szakhoz tartozunk, meg azon is, hogy hány kreditet kell felvenni, mert ez minden országban, meg talán minden egyetemen kicsit máshogy van. Nekünk az volt megadva, hogy minimum 20 kredit legyen, ami annyira nem nehéz, mert ilyen 4-5-6 kredites tárgyak vannak itt. Szóval összesen 5 darab órán van most, 2 darab 6 kredites és 4 darab 4 kredites. Ja. Igen. Mi? Nem. Szóval 2 darab 6 kredites és 3 darab 5 kredites. Jól kimatekoztam. Még jó, hogy nem matekot tanulok. A tanárok is fiatalosak és szerintem tökre érthetően magyaráznak. Ugye a nyelv volt egy kicsit olyan, hogy én szerintem elég jól tudok angolul, de azért féltem, hogyha ilyen szaknyelvről van szó, akkor mennyire fogom érteni. Viszont, mint kiderült, ez egy valamennyire alaptalan félelem volt, mivel a pszichológiában is nagyon sok szó a latinból ered, vagy ilyen nemzetközi kifejezés van rá. Nagyon hasonlít a magyarra, vagy pedig pont ugyanaz. Úgyhogy így szakszavakkal annyira nem kellett megküzdeni. Viszont nyilván át kell állni arra, hogy mindent angolul hallunk, mindent angolul kell kérdezni, meg kommunikálni, meg leírni, stb. Ez annyira amúgy szerintem nem nehéz. Az ember agya egy pár nap alatt átáll erre. Főleg, hogy itt mindenkivel angolul kell egyébként kommunikálni. Egyébként pedig itt Leuvenben maga az egyetem az, amiről szól a város. Rengeteg egyetemi épület van, és nem is csak olyan épületek, ahol órák vannak, de nagyon sok olyan külön épület is, ahol ilyen közösségi programok vannak, meg suli éttermei, meg ezerféle dolog, szóval nagyon-nagyon egyetem központú a város, és hát a diákok teszik ki a lakosságnak egy jó nagy részét, úgyhogy igazából ez egy ilyen tökéletes egyetemi város. És hát mindenki biciklivel jár, ugyebár minden épületnél hatalmas helyek vannak, hogy le lehessen parkolni a biciklit, és ez szerintem tök jó, tehát én ilyen a szállásomról egy 5-10 perc alatt bármelyik suli épületbe eljutok, úgyhogy ennél jobb nem is lehetne. Ami még nagyon jó szerintem azok a sport lehetőségek, ugyanis az egyetemnek van egy sportközpontja, kicsit a városon kívül, de hát az is biciklivel innen az én szállásomról egy ilyen 8-10 perc,
és nagyon-nagyon sok épület van ott is, valamint kinti pályák, meg futópálya, teniszpálya, mindenféle. És amikor megnéztem a honlapon, akkor láttam, hogy legalább egy ilyen 40-50 féle sport közül lehet választani, amit itt lehet csinálni. Ami eléggé ledöbbentő, viszont nagyon profin van megoldva, mindegyik sport be van osztva a hét valamelyik napjára, vagy hát ugye egy nap több sport is van, kb. Délután 5-től este 11-ig tartanak ezek a sportok, és hetente lehet rájuk jelentkezni, vagy pedig még az év elején is be lehet fizetni, de én ezt az olcsó megoldást választottam, hogy hetente feliratkozom a sportokra, amire nem is kell feliratkozni, csak meg kell jelenni, úgyhogy számunkra ingyenes, mert a diák kártyánkban benne van maga a sportkártya is, úgyhogy ingyenesen sportolhatunk, ami nagyon motiváló, valamint ez is nagyon motiváló, hogy nagyon profi ilyen szakkörök vannak, amikre eljárunk, és nagyon sokan is járnak. Úgyhogy ez egy ilyen közösségi program is, nincs is messze, olcsón is van, vagyis hát ingyen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon lelkesítő, és nagyon szívesen járok sportolni szinte minden nap. Hát jó, nem minden nap, de mondjuk így heti háromszor igyekszem. Ezen kívül még az volt nekem nagyon megdöbbentő, hogy mennyire sok egyetemi esemény van itt, vagyis olyan programok, meg mindenféle, amit maga az egyetem, vagy az Erasmusosoknak az ESN szervez. Az ESN az az Erasmus Student Network, azt hiszem. Szóval egy ilyen nemzetközi hálózat Erasmusos diákoknak, hogyha jól értelmezem, és ők is nagyon sok eseményt szerveznek. Rengeteg nagyon jól megszervezett buli, vagy esemény, mindegyik kreatív, mindegyik összetett, mindegyik olyan, hogy az ember elmegy és jól érzi magát, és ismerkedhet. Szóval ez nagyon-nagyon tetszik, és ez otthon nekem nagyon-nagyon hiányzik a saját egyetememről. Úgyhogy ez rengeteget hozzáad az itteni élményhez, hogy tényleg annyi, nem is csak buliban, de ilyen programon voltam, és ismerkedtem, hogy hihetetlen, és mindig megdöbbent, hogy mennyi energiát fektetnek ebbe, hogy tényleg a diákok, akik itt vannak, programozzanak és érezzék jól magukat. És át is térnék a negyedik témámra, ami a szociális élet. Ez egy elég fontos összetevője annak, hogyha valaki ide jön tanulni. Gondolom van olyan is, aki azért jön csak, hogy tanuljon, de nem hiszem, hogy olyan sokan. Szóval maga az ismerkedés és a barátkozás az iszonyú fontos, szóval én nagyrészt ezért is jöttem, hogy emberekkel találkozzak és barátkozzak és jó dolgokat csináljunk, ami eléggé megvan, szóval a szocializálódás az valamiért meglepő módon egész jól megy nekem, bár levontam azt a következtetést, hogy én egyáltalán nem az az ember vagyok, aki csak úgy randomon nem megy ismerkedni bárkihez, viszont hogyha hozzám jönnek ismerkedni, akkor nagyon szívesen elkezdek bármilyen beszélgetést. Úgyhogy ennek köszönhetően igazából kialakult egy pár ilyen baráti társaság. Nagyon sokan vannak, akikkel csak így úgymond haveri szinten vagyunk, viszont van egy kicsit közelebbi társaságom is, és igazából ez így pont jó, mert van egy ilyen fix társaság, amiben négyen vagyunk, és bármikor írogathatunk egymásnak, bárhova megyünk, akkor oda mehetünk együtt, valamint ezen kívül még vannak tényleg annyian és annyi országból, hogy hihetetlen, és mindenki nagyon jó fej és nagyon nyitott. Úgyhogy ez nekem egy nagyon pozitív élmény volt. Hallottam olyat is, hogy nem feltétlenül pozitív élmény ez a szocializálódás, de nekem nagyon-nagyon az. És ki akartam emelni, hogy ez fontos. Tehát, hogyha vannak események, akkor menj el, és vegyél részt rajta, és ne félj attól, hogy nem fog senki hozzád szólni. Egyébként, hogyha nincs esemény, akkor pedig lehet szervezni és programozni bármit. Találkozzunk itt, csináljuk ezt, csináljuk azt. Egyszerűen annyi lehetőség van. És nem is hoznám tovább már nagyon ezt a videót, még egy utolsó témáról szerettem volna beszélni, ami az otthoniakkal való kapcsolattartás, mert nyilván ez is nagyon fontos, hogy akár egy fél évre, akár három hónapra, akár húzamosabb időre valaki elmegy otthonról, azért tartsa meg az otthoni kapcsolatokat. Én ebben nagyon rossz vagyok, hogy őszinte legyek, mert valahogy nem itt az eszembe, hogy írjak embereknek, vagy hogy rájuk írjak, ugyanúgy kell, mint az ismerkedésnél. Ha valaki rám ír, vagy valaki szól nekem, vagy felhív, akkor én nagyon szívesen beszélgetek vele, meg tényleg érdekel, hogy hogy van, de úgy amúgy néha elfelejtek így érdeklődni emberek iránt. Annyira nem is bonyolult ugye a kapcsolattartás az otthoniakkal, annak köszönhetően, hogy ennyi lehetőség van. Valamint nyilván nehéz is néha időt szánni arra, hogy akkor most mikor tud összejönni egy csoportbeszélgetés, mert egy videóhívás például, akár egy csoporttal, akár egy emberrel, elég bonyolult. Főleg úgy, hogy én is így rohangálok össze-vissza, és nagyon-nagyon sok mindent csinálok, szóval kevésszer van olyan, hogy jó, akkor most van leginkább este, nem tudom, egy fél órám vagy egy órám arra, hogy valakivel beszélgessek. Úgyhogy emiatt egy kicsit nehéz, szóval nem annyira evidens, hogy akkor most
találkozunk, hanem külön időt kell szánni a másikra. Viszont szerintem elég jól megy. Ja. Úgyhogy igazából most ennyi lett volna ez a kis beszélgetős videó. Hogyha még lenne bármi kérdésetek, ezt mindig elmondom, de hogyha lenne még bármi kérdésetek az egésszel kapcsolatban, azt írjátok meg. Viszont hogyha már valahol elmondtam korábbi videóban, vagy Instán, vagy akárhol, akkor arra majd utalni fogok, hogy csak nézzetek utána, mert biztos, hogy már van róla info valahol. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!